Jótékonysági koncertet szervezett a Nógrád vármegyei Szent Lázár Kórház gyermekekért alapítványa a József Attila Művelődési Központ színház termében. A koncerttel az alapítvány a társadalmi felelősségvállalás érzését szerette volna felkelteni, és az így létrejött közös összefogással a kórház gyermekszakrendelőjéhez tartozó betegváróterem kialakításához hozzájárulni. Előjött az a probléma, hogy a Covid után a szakrendelőnknek nincsen váróterme. Az igazgatóság megkérte az alapítványunkat, hogy nyújtsunk segítséget, és akkor jött az ötlet, hogy egy jótékonysági rendezvény által gyűjtsünk össze a pénzt. Megkerestem a barátokat, ismerőseket, az egyik ilyen csoport Kiskunlacházáról, jött a Grund színjátszókör, akik rögtön felajánlották a segítségüket. A Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola is azonnal segített, és a Remek Kft-t nem akarom kihagyni, ők felajánlották, hogy a termet térítésmentesen biztosítják, és csodák csodájára az első olyan vállalkozó, aki közben a barátom is, biztosította azt az anyagköltséget, amire lényegében pénzt szerettünk volna gyűjteni, így a rendezvény egyből sikeres lett, anélkül, hogy megvártuk volna jegybevételeket. Az osztályvezető főorvos úr ötlete volt, hogy a gyermekosztály egykori lakójával közösen adjanak elő egy dalt a gyermekosztály dolgozóinak, megköszönve ezzel az évek alatt nyújtott áldozatos munkájukat. Balázs Enrico kiválóan hegedül, és fölcsillant sok nővér, orvos, doktornő szeme, hogy ezt a kisfiút mi itt kezeltük az osztályon annak idején, mikor született, és hogy ilyen kiváló hegedűs. Én összeraktam a képet, fölkerestem a tanárát és Enricót, lepróbáltunk egy közismert darabot, ami rögtön a kezem alá siklott, és csodák csodájára tényleg jól tudunk együtt zenélni, és az a szép az egészben, hogy egy idős orvos, aki nem sokára nyugdíjba megy, és egy volt kezelt betegünk, egy aranyos kisfiú együtt tud zenélni, és örömmel játszhatsz azt a zenét, amit vállaltunk. Most múlik pontosan, engedem, hogy menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik minden. Az alapítványt Bercsényi Lajos, a Szent Lázár Kórház nyugalmazott főigazgató főorvosa alapította. Feladatai közé tartozik, hogy azokat a műszereket, eszközöket támogatások által beszerezzék, amelyek éppen szükségesek. A megvásárolt eszközök végül a kórház tulajdonába kerülnek, így a gyorsabb beszerzési mechanizmusnak köszönhetően gyorsabban tudnak segítséget nyújtani. Az összefogás sikeres volt. Összegyűlt annyi támogatás, hogy az elvárt közös célt meg tudjuk valósítani. Köszönet érte a műszaki osztályvezető Szabó Csabának, aki a terveket készítette. Köszönjük kolléganőinek, az anyagbeszerzői szervezői munkát, a műszaki és karbantartó részleg dolgozóinak a munkáját, akik a kivitelezést fogják elvégezni. Továbbá fő támogatóinknak, elsősorban a Salgótarjáni Rendezvény és Média Központ Kft-nek, a szervező munkát Balogh Katalinnak és Andrássy Nórának, a Szilver Tüzébnek és vezetőjének Deák Attilának, főorvos úr barátjának Pap Zoltánnak, aki a szervező munkáját és a CEMIX Kft. Jóvoltából nyújtott jelentős anyagi támogatást adta. A rendezvényen fellépett többek között a Kiskunlacházi Grund színjátszókör, valamint a Salgótarjáni Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és tanárai, akik sokszínű műsort tártak a közönség elé. Oh,
következő képen a muzsika hangjaiból fogunk hallani egy részletet. Énekelni fognak Lénárt Ivett, Vágvölgyi Nóra és Molnár Kamilla.